más érzés lesz ide bejönni, mint korábban. Ez egy 60 éves épület volt, nem volt soha felújítva. Külő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója gyerekként ebben a helységben találkozott először a labdarúgó öltözők egyedi világával. A sportpálya teljes rekonstrukciója több mint 1,1 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg, melynek során a kiszolgáló épületek korszerűsödnek, új füvesítésen esik át a labdarúgópálya, valamint megépül egy műfüves sportpálya is, de emellett rekordtámborítást kap az atlétikai versenyek rendezésére alkalmas futókör és az ugrószámok helyszíne is. A kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van, apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Külő Roland azt mondja, nem csak a verseny, de a városi tömegsport számára is elérhető lesz a megújult sportpálya. De a versenyekre látogatók is magasabb komfortfokozatú kiszolgálóegységekkel és lelátókkal találkozhatnak. Bár a technológia miatt leghamarabb jövő májusban léphetnek a focisták az új füves pályára, a komplexum többi részét heteken belül belakhatják a sportolni vágyók és a versenyzők.